Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami, ahogy a címből is láthattátok, egy reakció videó lesz. Régi képeimre fogok nektek reagálni, vannak, amik egészen kiskoriak, és lesznek nem olyan rég készültek is. Itt fogjátok látni mellettem, úgyhogy arrébb is ülök. Akkor lássuk is a képeket. Az első kép az egy nagyon-nagyon kiskori képem. Hát nem tudom, hogy minek örültem ennyire ezen a képen, lehet, hogy annak, hogy meg tudtam állni esetleg egy helybe, fantasztikus. Imádom ezeket a kiskori képeket, a csuklómat érdemes megnézni. Konkrétan nem látszik. Azt kell rólam tudni egyébként, hogy kiskoromban két dolgot imádtam nagyon, enni és aludni, és az első az nagyon hamar el is kezdett meglátszódni rajtam. Nagyon duci kisgyerek voltam. Következő képen egy kicsit már idősebb vagyok, de a csuklóm az még mindig iszonyatosan kövér, az egész alkarom tiszta dundi, és hallal játszok. Ami azért érdekes, mert kiskoromban imádtam a halakat. Enni, játszani vele, puszilgatni, nem találtam meg azt a képet, de van egy olyan képem, amelyiken konkrétan megpuszilok egy halat. Most már meg se eszem, konkrétan a szagától rosszul vagyok, úgyhogy ezeket a képeket így visszanézni nekem igazi trauma, hogy én valamikor ilyet csináltam. És a következő képtől kezdődik egy korszak, a hajam. Az én hajam kiskoromban, ahogy láthatjátok, iszonyatosan göndör volt. Nagyon-nagyon sokáig, talán olyan 5-6 éves koromig a vállamnál nem is ért lejjebb, annyira göndör volt a hajam, rendesen csigákba omlott le. És igen, ezen a képen az ujjam a kedvencem, itt olyan 3 éves körül lehetek. Imádtam telefonálni kiskoromban, imádtam, hogyha fotóznak, úgyhogy nézzük tovább a képeket, mert nagyon meg fogtok lepődni. És igen, ahogy említettem, itt van a következő kép, természetesen pózolok. Nagyon beleéltem magam ebbe a napraforgó szaglászásba. A hajam még mindig a göndör állapotában látható, és még mindig nagyon duci vagyok rajta. Szerintem itt is olyan 3-4 éves körül lehettem. Imádom ezeket a képeket visszanézni. Ez a korszak, ez egy olyan nagyon kedves korszak a számomra. Imádom ezeket a képeket. A következő képen még mindig olyan 3-4 éves körül lehetek. Mellettem a babakocsiba a kistesómat láthatjátok. Ő nagyon újszülöttnek néz ki. A fotózáson és a telefonáláson kívül ebbe a korszakomba imádtam kisbaba lenni. Nyilván féltékeny lehettem a tesómra, vagy nem tudom, de imádtam babakocsiba feküdni, és nagyon szerettem, hogyha velem is úgy foglalkoznak, mint egy kisbabával. Ezt a képet pár napja találtam meg, és ez a kép hozta fel bennem azt az ötletet, és Bencében, hogy legyen egy ilyen reakció videó. Bence teljesen kiakadt ezen a képen. Én se tudom megmondani, hogy itt mit éreztem, valaminek vagy nagyon örültem, vagy nagyon megijedtem, nem tudom, de ez a tarzanos kis pizsama és a hamupipőkés háttér, meg a hajam, ez szerintem így az egész kompozíció fantasztikus. Hát, igen. A következő kép a köntös. A mai napig imádok köntösbe lenni, és nem tudom miért, hogyha otthon vagyunk, akkor inkább felveszek egy ilyen jó, puha köntöst, nem pulcsit veszek fel, és ez talán itt kezdődhetett ez a köntös mániám, és valamit nyilván megint magyarázok, és nagyon-nagyon beleélem magam egyébként ezekbe a dolgokba. És ezzel a képpel pedig elkezdődött az a korszakom, amikor imádtam hercegnő lenni. Akármi volt, hogyha szülinap, karácsony, farsang, bárhol, teljesen mindegy volt, csak hercegnőnek öltözhessek. Nem tudom, mennyire látszik a képen, zokni van rajtam, és egy magas sarkú, ami nem az én méretem. És imádtam magas sarkúba lenni. Mindenkitől ellopkodtam a magas sarkút, és abba mászkáltam a házba, és divat bemutatót tartottam állandóan. A hajam fel volt kötve, fel van csatolva, és imádtam, hogy velem foglalkoznak. És itt vagyunk, nem sokára közeledik a Halloween. És igen, nem sokára Halloween van. Rengetegen kértétek, hogy legyen arcfestés. Lesz arcfestéses videóm, viszont ez a kép, hát igen, lehet, hogy itt kezdődött minden talán. Imádtam festeni is magam, és
nagyon-nagyon jó gyerekkorom volt, ugyanis az én anyukám az megengedte, hogy játsszak a sminkjeivel, festettem a körmömet, szóval igazi csajos kislány voltam, és nagyon élveztem ezeket. Körömfestés, magas sarkú, csini rucik, minden, amit el tudtok képzelni, és hát itt csodálatos tigrisként láthattok. Ez a kép pedig egy farsangon készült, akinek a kezét fogom, az az öcsém, és levágtam a képről, mert nem vagyok benne biztos, hogy szeretné ezt a képet visszalátni magáról, de igen, meglepő módon megint hercegnő vagyok, és még koronám is van. Hosszú ruhában, koronával. És nagyon duci vagyok, úgyhogy ez az utolsó kép ebből a korszakból, ugyanis ezután jön egy olyan korszak, amire nem vagyok büszke. Konkrétan ízlésficamom volt, nagyon dundi voltam, de tényleg nagyon, úgyhogy most egy kisebb korszakot ki fogunk ugrani. Körülbelül 6-7 éves koromtól 13-4 éves koromig ez egy olyan korszak, amire nem szívesen tekintek vissza. Biztos nektek is van ilyen, úgyhogy ha van, akkor írjátok meg, hogy nektek mi volt az a korszak, amiről nem szerettek még csak képet se visszanézni. És akkor most jön a következő korszak, itt már lehettem olyan 15 éves körülbelül. Ezt a lovat ti még nem is láthattátok egyébként, Gameboynak hívták, nagyon sokat versenyeztem vele, vele mentem először nagy pályákat, 125 centin is vele mentem először, ami így visszagondolva nem egy nagy dolog, de akkor fantasztikus volt, egészen 140 centig versenyeztem vele, vele mentem először ifi, OB-t, és nagyon-nagyon kedves emlék. Imádom ezt a képet is visszanézni, nekem ez egy olyan meghitt hangulatú kép, nagyon-nagyon szeretem. És az utolsó kép ebbe az évben volt az egyébként, hogy nagyon-nagyon sok helyen repcét ültettek, és rengeteg embernek volt repcés lovas képe, viszont én erre nagyon büszke vagyok, mert ez a kép, ez még a mai napig az egyik kedvencem. Szerintem nagyon jól el lett találva az egész kompozíció, és annyira jó emlékek ezek. Szóval ezeket a képeket hoztam nektek az első részbe, a végére megérkezett Bence is, megnéztük együtt is a képeket. Remélem tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Szeretnétek belőle következő részt régebbi képekkel, vagy esetleg a gázabb korszakomból képekkel, akkor írjátok meg nekem kommentbe. Ha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!